A műsor főtámogatója a Nobila Kassa. Köszöntöm a profil nézőit! Minden kornak megvannak azok a kimagasló színész egyéniségei, akik egy egész generáció példaképei lesznek. Erre a szerepre ők nem készülnek, szinte észrevétlenül válnak azokká. Hogyan? Talán leginkább munkájuk által. Ahogyan végzik, megélik azt. Ahogyan meg tudnak ragadni egy-egy pillanatot úgy, hogy abban minden benne van, az tökéletes. Mitől válik azzá? Valószínűleg erre sincs válasz. Isten tudja. Kész Dímola kislányként orvosnak készült, de színművész lett belőle. Bármennyire is távolinak tűnik-e két szakma, talán mégis van hasonlóság az orvos és a színész munkája között. Előbbiről tudjuk, hogy gyógyít, életet ment. Utóbbiról Kész Dímola mondja, minden szerep lelkileg egy tisztítókúra. Ebből pedig mi, nézők is részesülünk, minden alkalommal, amikor színpadon látjuk. Hogy játéka ilyen hatással bírjon, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze sok mindent beleadott. Tehetségét, akaratát, fantáziáját, munkáját és eddigi életútja állomásainak legjavát. Amilyen batyut hoztam Csíkszeredából, Aradról, Marosvásárhelyről és megérkeztem Kolozsvárra, azok mind olyan pluszok az életemben, amiket mondom a mai napig hordok és használok olyan értelemben, hogy fel is használok a színpadon ezekből az évekből sok dolgot. Tehát én nagyon szeretem a 10 éves csíkszeredai Imolát magamban. De az aradi kamasz Imola nélkül sem tudnék mit kezdeni, tehát hogy nagyon fontos állomás. És Marosvásárhelyet imádom a mai napig. Kolozsvárt először megszoktam, és most már megszerettem. A színésszé válás útja nem volt akadály és fájdalommentes. Imola kezdetben csak azt tudta, hogy játszani akar. Vonzotta a színpad nyilvánossága, ahol bármit tesz, bármit mond, azok, akik figyelnek rá, valamiképpen reagálnak. Ennek az izgalmas, interaktív játéknak rengeteg szabálya van. Ezeket Imola a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen kezdte elsajátítani. Ám e folyamatnak szinte állandó velejárói voltak a megtorpanások, kételyek. Első évben nagyon gyakran csomagoltam, és haza akartam menni. Reggel a becsomagolt bőröndöt nézve elmentem táncóra. A táncóra után azt gondoltam, hogy végülis ez jól esett, egy kis mozgás jó. Hát mi jön a mozgás után? Találkoztam az osztálytársaimmal, akikkel az első, ha nem is az első napoktól, de ugye az első 2 hónap után már jó volt a hangulat, tehát őket szerettem minden reggel viszont látni. Az is egy ott maradást jelentett, és akkor a táncoló után jött az általában drámai gyakorlat, tehát színház, mini színház. Utána megint megkérdőjeleztem ezt, hogy kell-e ez nekem, de jól éreztem magam az órán, tehát valószínű akkor még maradok egy napot című fejezet, és akkor megint eltelt 1 hét, 2 hét. És ha konkrétan kérdezné valaki, de mi késztetett arra, tehát mi volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy holnap valóban hazautazom, azt hiszem a fáradtság volt. Tehát amin egy 18 éves, aki addig otthon volt a szüleivel, és jól volt, nem rózsaszín hercegnő szobát kell elképzelni, tehát hogy de igazán jól éreztem magam én Aradon és a szüleimmel élve, és ezt így egyik percre a másikra elvágják. Azt hiszem, hogy ezt nem tudtam én olyan gyorsan áthidalni, mint a többiek, akik nem csomagoltak szinte minden héten. És ezt a biztonságot kerestem. Aztán megtaláltam a kollégáimban, a tanáraimban, és lassan úgy magamban is. A nagy ismeretlentől most már nem félek annyira, mint
22 évesen, mikor végeztem, vagy 18, mikor kezdtem, de a kételkedés az mindig van, és nagyon fontos fűszernek tartom ebben a szakmában. Tehát a folyamatos kételkedés az van, akár előadással, szereppel, tehát munkával kapcsolatban. Egyszer Loinszky Lóránd osztályvezető mesteremnek meg is fogalmaztam, és nem tudtam, hogy mit mondok ki. Mert emlékszem, negyedéven megkérdezett úgy sorra mindenkit, hogy szerintünk mi lesz a jó színház, vagy mi milyen színházat szeretnénk csinálni, hogy gondoljuk, mi a jövőképünk. És akkor emlékszem, hogy azt mondtam, na, teljesen ösztönösen, mert így azt szeretném, hogy a jó gyomorideg mindig maradjon meg bennem, előadáson is, előadás után is, előtt is, szereposztáskor, olvasópróbán, bemutatón, és sikerült megőrizni. Vigyázni is kell rá szerintem, mert nem ilyen egyértelmű, hogy van ez a gyomorideg, vagy a kételkedés, vagy akarom-e csinálni jót, jól csinálom-e. Tehát ezek szerintem olyan kényes dolgok, amire vigyázni kell, egyszerűen ápolni kell. és azt hiszem, hogy sikerült ezt megőriznem, vagy remélem. Kész Dímola jó színházához nem csak a kéte és az akarat kellett. Egy olyan kiinduló pontot jelölt ki önmaga számára, amelynek fontosságára először tanárai hívták fel a figyelmét. Ez az alap önmaga elfogadása. Mércét először a tanárok állították nekünk, és valahogy olyan ügyesen, és jó emberekként és jó pedagógusokként vittek minket arra felé, hogy utána már mi állítsunk mércét magunk elé. Mert az elején tényleg minden nehezünkre esett. Most a színpadon való létről beszélek. És akkor az első mércék tényleg ilyenek voltak, hogy tudjak mit kezdeni a kezemmel, lábammal. Vagy ez a testtudat, hogy elfogadjam, hogy igen, akkor a 1,72 vagyok, és vöröshajú, és akkor még szeplős, és hogy ezt valahogy elfogadni a színpadon. Persze én azt akkor nem tudtam, hogy ez lehet, hogy fordítva kellene csinálni. Először elfogadjam magamat a mindennapi életbe, és akkor működik a színpadon is. Tanárok után, vagy a tanári kézenfogás után az első magán mércém ez volt, hogy ez a testtudat, vagy a színpadon és mindennapokban elfogadhassam magam, ahhoz, hogy én olyat úgy dolgozzak, és olyan munkát mutassak, tegyek a nézők elé, hogy azt ők is elfogadhassák. A kezdeti akadályokat lassan sikerült leküzdeni, elsősorban saját akaratának köszönhetően, de ebben segítségére voltak azok az emberek is, akikre Imola máig példaképként tekint. A szülők és az osztályvezető tanárból mesterré, baráttá vált Loinszky Lóránd. Az első nehézségeken túllépve a sikerek is beköszöntöttek a színésznő életében. Harmadéven, amikor már nem csomagoltam. Ez biztos, hogy ez volt az első siker, amit úgy éltem meg, hogy ez jó, nincs elmehetnékem. Sőt, itt akarok maradni, sőt, ezt szeretném csinálni. Ez jó, ebben én megtaláltam magamat. Ez olyan izgalmas tud lenni, vagy annyira érdekel engem, hogy nem akarok hazamenni. Ez volt az első siker. Szakmai sikerről azt hiszem, arról tudok beszámolni, amikor az első kolozsvári munkám során, ami ugye, tehát a helyzet az volt, hogy Marosvásárhelyen voltam, amíg ott voltak előadásaim, oda szólt a szerződésem, de itt elkezdtem egy munkát, és mint minden kőszínházban, és nagyon jogosan a mostani kollégáim egy picit kétkedve fogadták ezt, hogy miért kell engem Vásárhelyről áthozni ide, és miért nem jogosan. Tehát a hozzáállás az egy több mint természetes dolog volt. Tehát nem arról beszélek, hogy megvertek, hanem egy picit hűvösebben fogadtak.
és nagyon el voltam keseredve emiatt, de folyamatosan dolgoztunk, tehát ez a dibukról beszélek, amiért megkaptam az első Uniterdíjat. A legfontosabb szakmai sikeremnek a mai napig azt tartom, amikor több napot és heteket dolgozva a rendezővel és a főszereplő sráccal próbateremben nagyon szűk körben dolgoztunk, és a nagy színpadra, mikor beértünk a nagy színpadra, és a többiek is, tehát összepróbáltuk a jeleneteket, és akkor ott voltak a friss kollégák is. Azt hiszem, hogy három biztos eltelt, amikor így látták, hogy mit dolgoztunk, vagy hogy meg tudtam mutatni, hogy én kérem szépen ezzel foglalkoztam abban a 2-3 hétben, amikor nem láttatok. És akkor összepróbáltuk a jeleneteket, és utána feljöttem a büfébe. Ugyanaz a gyomorideg bennem volt. És más tekinteteket láttam, tehát olyan barátságos visszajelzést láttam és kaptam, amit szakmai sikernek könyvelek el. És érdekes módon azok az emberek, akik a legferdébben néztek rám, most ők a legjobb barátaim. Tehát, hogy jól alakult ez a dolog. Kézdi Imola nem díjait nevezi legfontosabb sikereinek, pedig igen gazdag azok gyűjteménye. Uniterdíj, Jászai Mari díj, Bánfi Miklós Vándor díj, a Magyar Érdemrend lovag keresztje, az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díj, csupán néhány a rangos elismerések sorából, amelyek egy kivételes karrierről árulkodnak. Arról, ahogy inspirálódni tud a mindennapok arcaiból a színpadi életek sorsok megformálásában, arról, ahogy képes átlépni a saját élete és a színpad világa közötti határt, anélkül, hogy az sérülne. Pont ez a legizgalmasabb benne számomra, hogy ki és belépni emberek bőrébe, emberek sorsába. Ez nem egy skizofrén helyzet. Nagyon sok boldogtalan nőt játszottam, és nem hurcolom magammal a sorsukat és a lelküket, az sok lenne. De folyamatosan dolgoztam azon, hogy kialakuljon az a módszer, amikor át tudom lépni ezt a küszöböt, és vissza tudok lépni az életbe, összegyúrok pár embert, lelket, tekintetet, ugye arcot nem tudok magamra venni, de tekintetet vagy gesztust, embereket, igen, összegyúrmázok, és ez lesz a végeredmény, az maga a szerep, de ez egy nagyon hosszú út, több emberből, vagy igen, a saját életemből is felhasználok dolgokat. Olyan dolgokat, amiket esetleg nem könnyen beszél ki az ember, vagy nem könnyen mond el akár a társának sem, vagy magának sem. Úgy indított Lohinszky Lóránt velünk, hogy mindent meg kell, mindent és mindenkit figyeljetek meg, mert soha nem tudod, hogy mikor fogod felhasználni. És az nekem olyan, akkor ez durvának tűnt, hogy felhasználni, vagy az én kicsi érzéseimet, kicsi lelkemet, hogy fogom majd teregetni a nagy közönség elé, és igen, ezt csináljuk. Ezt csináljuk, és minden szerepnek megvan az útja, hogy először van a csak a nagyon váz, és arra rakom rá a húst, vagy gondolok itt gesztusokra, vagy akár hangszínre, vagy igen, színekre, mindig a színekről beszélek a diákjaimnak is, mert a fantázia és a színvilág az, hogyha nagyon, nagyon bő, akkor abból lehet dolgozni. És ez a felhasználom, én a szomszédnőmet is felhasználom a szerepeimben, és a legjobb barátnőmet is felhasználom, de legfőképpen az én magamat. Nagyon nehéznek tűnt ez az elején nekem, mert ugye, ahogy mondtam, hogy nem húzolom magammal a boldogtalan nőket, bizony az elején megtörtént, hogy nem csináltam olyan ügyesen ezt a ki és belépést, és akkor rányomta a bélyegét a hétfőmre az, hogy vasárnap
olyan előadásom volt, aminek a hangulatát még vonszoltam magammal, és ez nem egy egészséges dolog, ezzel tudatosan kell foglalkozni. Most már kijelenthettem, hogy igen, ki tudok lépni egészségesen, mert muszáj, ebben segítettek a gyerekeim, vagy segített Rézi sokat, tehát haza kellett menni, mesét kellett olvasni, gyurmázni kellett, hancúrozni kellett vele, és nem Hedda Gáblerrel idézőjelbe sétálgatni a parkba, úgy kicsit a külvilágtól elszakadva, mert nem lehetett. És akkor és ismétlem, hogy nem is egészséges dolog szerintem, tehát ez a visszakapcsolás, ez a Rézi születésével helyreállt, vagy ő ebben sokat segített. És azért is tartom nagyon szerencsésnek, mert én azt gondoltam, hogy az anyává válás, és akkor mi lesz a színházzal, vagy hogy lesz ez a visszalépés. Az anyává válással ez helyre került. Kész Dímolának nem csak a színpadon kellett átlépnie a fikció és valóság határát, hanem a filmvásznon is. Bármennyire is hasonlónak tűnik a két feladat, mégsem az. De Imola tehetsége, akarata nem veszített intenzitásából a kamerák előtt sem. Alakításait a szakma, a közönség egyaránt elismerte, ennek ellenére Imola számára nem kérdés, hogyha választania kellene, mi mellett döntene. Sok mindenben más, és a színház az ugye egy élőbb, megfoghatóbb, varázslatosabb dolog szerintem. Mert a filmben sok a trükközés, és azt például nem jártam olyan sok filmben sajnos, hogy arról tudjak beszámolni, hogy de ezekről a nagyon nagy változásokról bennem, hogy hogyan játsztam abban a filmben, és akkor a színházhoz hogy tértem vissza. De ami számomra valóban nehézséget okozott, és okozna mai napig, tehát hogy nem időrendi sorrendben való felvétel a filmben. Ugye a színházban megadatik a nagy luxus, hogy elindulunk, és lassan-lassan építkezve A-tól Z-ig felrakod a pici házat, és nem kezded a tetővel. És a filmben azt éreztem, hogy néha a tetővel kellett kezdeni, és fogalmam sem volt, hogy mi van a pincében, és ezért tehát én ezt nem csináltam nagyon ügyesen, szeretem az alapoktól kezdeni, és akkor úgy, ahogy mondtam, a házat felépíteni. Meg is kérdezték néha, hogy film vagy színház, így nem is tudok, és nem is akarok választani, és nincs is választási lehetőségem, de a színház az annak az akkor és most, itt és most hangulata azt azért nem adnám oda egy filmért. Ezt az elkötelezett, feltétel nélküli színház szeretetet Imola már több éve a Kolozsvári Színművészeti Egyetem diákjaival is megosztja, annak a csomagnak a tartalmával együtt, amelyet ő maga is tanáraitól kapott, és amelynek három összetevője munkájának elengedhetetlen kelléke. Valamit meg lehet tanítani, valamit a Jóisten adott, és hogyha ezt így összekeverjük, akkor jó az eredmény. Mert a pontosságot, a fegyelmet, azt lehet tanítani, a fantáziát, azt ők hozzák magukkal, azt lehet fejleszteni sok gyakorlattal, és körülbelül ez az a hármas, ami engem most érdekel, ez a fegyelem, pontosság és fantázia. Ezt kaptam a tanáraimtól, ezzel a csomaggal fejeztem be az egyetemet, és én ebben hiszek, mert ez működik számomra. És akkor, hogy amit ebből át lehet adni, azt maximálisan szeretném. A tanítás engem is felfrissít, de a színpadi munkámat is frissen és életben tartja. Mert mostanában így mindenki, tehát nem csak én, hanem nem csak a színházi emberek, hajlamosak vagyunk egy picit úgy elfáradni, és én ezt,
ez ellen küzdök, ez ellen a fáradtság ellen, legyen az bármi, most nem fizikai fáradtságra gondolok, hanem egy picit úgy bele, vagy a rutin ellen, ez ellen küzdök, ebben nagyon sokat segít a tanítás, megint sokat segítenek a gyerekeim, és úgy látom én 20-30 év múlva magamat, hogy ez a frissesség meg lesz bennem, hogyha nem, tehát hogyha ez mondjuk teljesen elpusztul ez a rész, akkor abba hagyom. Tehát nem szeretném erőltetni. Arra is felkészítem magam, hogy amikor már nem okoz ennyi örömöt és gondot a színház, akkor abba hagyom. Hosszú évek után Imolának mégsem azok a szerepek a legfontosabbak, amelyek számos díjat és elismerést hoztak neki, hanem egy egészen más. Ezt nem a színpad deszkáin éli meg, hanem a reflektorfénytől, a közönségtől távol. Ez az anyaság. Ez a háznak az alapja. És nem is tudom, hogy éltem nélkülük, vagy hogy dolgoztam, de én nagyon örülök, hogy két gyerekem van, és nagyon sok munkával jár a szép család, vagy a boldogság, ezt is nyilatkoztam már, hogy sok munkával jár a boldogság, de érdemes belefektetni, és gyerekeimtől indul minden, és ott zárul be a kör. Kész Dímolát látni a színpadon, átélni vele sorsokat, életeket, történeteket, nem túlozunk, ha azt állítjuk, szerencsések vagyunk. Hogy nekünk ilyen élményben legyen részünk, annak ára van. Ez nem egy könnyű szakma. Nem akarom hasonlítani a trapéz mutatva a cirkuszista élethez, amikor vagy elkapod, tehát nem annyira veszélyes, hogy elkaplak, vagy le a mélyben, nem ennyire veszélyes, de nagyon sok, tehát nagyon erős idegrendszert igényel, ez már kiderült a főiskolán számomra. És azért, mert a lelkünkkel dolgozunk, lelkünkkel is, mert egy kiszolgáltatott, folyamatosan kiszolgáltatott állapot ez a színész állapota szerintem. És ehhez erős kell lenni, idegileg, lelkileg, és a fizikumról nem beszélek, mert arról is beszélek, hiszen az természetes számomra, hogy a nagyon elpunnyadt, nagyon ellaposodott és nagyon ellustult színész nem lehet idegileg is erős, és az idegrendszer sem lehet mindig ugrásra készen, hiszen a fizikuma nem engedi meg. Tehát ez is összetartozik. Ha a sikertitkáról kérdezzük Imolát, visszatérünk az egyetemi évei alatt kijelölt kiinduló ponthoz. Önmaga elfogadása, ez az alapja mindennek. A sikertitka az önmagammal való jóban levés. Mikor Lézi mondja, hogy nagyon-nagyon szeret, és nagyon-nagyon szeret, és mindig megkérdezem is magadat is, ugyanennyire szereted, és mondja, nem, hát hogy? És mindig azt tanácsolom neki, hogy igen, és magadat is annyira szeressed, attól engem is jobban fogsz, és a világot, és az az alap. És ezt most már 8 évesen megértette, hogy igen, elfogadjuk, és szeretjük önmagunkat, az lehet a sikertitka. Kész Dímola sikertörténetének talán legfontosabb összetevői pontosság, fegyelem, meg nem alkuvás és rengeteg munka hiteles példája annak, hogy bárkiből válhat mások számára követendő példakép. Kedves nézőink, Kész Dímola történetével a Profil első évadának végéhez értünk. Sályi Róbert operatőr kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! A műsor fő támogatója a Nobila Casa.